egyik nagy kedvencünk, a Seven Days of Science, így mostantól EHT egy hónap tudomány néven fut ez a sorozat. Augustus jól megszokott uborka szezont hozott tudományos publikációk terén. Ilyenkor az akadémia világában is messzire elkerülik a laptopokat, és mindenki a hideg söréhez, fröccséhez, görögdínyéjéhez menekül, nem pedig publikálásra váró cikkeket ír vagy lektorál. Ha a természetbe kitekintünk, az látszik, hogy a fűsenő olyan mediterrán országokban, mint például hazánk. Pontosabban csak egy fű a parlag, itt Tyson képében jelenik meg, én vagyok a fehér játékos, ez magyarázza a megszokottnál is rosszabb hangomat. Van azért pár említésre méltó cikk, na meg szétnéztünk a YouTube-on, hogy azért legyen értelme ennek a videónak, öveket becsatolni, elméket kinyitni, vágjunk bele. Az eredeti felfedezés még 2008-ból származik, amikor is egy El Albani nevű prof eredményei napvilágot láttak, és azokat közepesen heves viták és kételyek követték a tudós társadalomban. A Bécsi Természettudományi Múzeum kellett hozzá, hogy 2014-ben újra felkapják a témát és világhírre tegyen szert. Ők nevezték el a megtalált négyzet alakú lényeket gaboniontáknak. Mitől érdekesek ezek a komplex, több sejtű életformáknak látszó valamik? A koruktól. Miközben az általánosan elfogadott vélemény szerint valamikor 635 millió éve lett elég oxigén ahhoz, hogy ezek az első komplex élőlények kifejlődjenek a világ ős óceánjaiban, az El és a most augusztusi cikkben leírt lények 2,1 milliárd évesek. Publikációban a prof maga is úgy nyilatkozott, hogy ő is nehezen hiszi, amit talált, és nyitott bármilyen más interpretációra. Azóta többen próbálták bizonygatni, hogy ezek csak álfoszíliák, valamiféle abiotikus, azaz élet nélküli geológiai folyamat eredményei csupán. Más tudósok találtak pró és kontra bizonyítékokat is, ezekhez járul hozzá a mostani augusztusi cikk, ami azzal érvel, hogy az egyébként is nagyon érdekes geológiai terület 2,1 milliárd éve tektonikai mozgások miatt igen aktív volt, és rengeteg víz alatti vulkáni tevékenység nyomát lehet itt megtalálni, ami erős katalizátora lehetett a biokémiai folyamatoknak. Ráadásul rengeteg foszfor és oxigén volt jelen valamiért ezen a területen ekkor. Ennek a két kémiai elemnek a jelenléte kulcsfontosságú volt a komplex élet kialakulásában 635 millió éve is. Lehet ez egy olyan első nekifutás volt az élet részéről, ami ugyan valamiért kudarcba fulladt, de így is nagyon sokat jelenthet. Növeli például annak az esélyét, hogy más bolygón is van élet az univerzumban, hiszen azt mutatja, hogy a Földön már kétszer is kialakult a komplex élet. Minden esetre kell még pár év és cikk, mire pontosabb képet kapunk a nyomozásban. Ehhez a témához kapcsolnék egy másik, a sötét oxigénről szóló cikket, ami az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb felfedezései között lehet az élettudomány területén. Röviden a felfedezés körülményeiről érdemes szólni. Az elektromos autós hajcihő és az akkumulátorokban használt ritkaföldfémek keresése sok bányavállalat pénztárcáját kinyitották a kutatók előtt amikor a mélytengeri szenzorok eredményei először befutottak a cikk íróihoz, visszahívták a robotokat és elküldték őket újra kalibrálásra, mert meg voltak győződve, hogy marhaságokat mutatnak a monitorok. Ekkor jött az óriási meglepetés, a gépekkel ugyanis semmi baj nem volt. Tényleg nagy mennyiségű oxigént találtak az óceán fenekén. Ott, ahol a teljes sötétségben fotoszintézis hiányában egyáltalán nem kellene lennie. A kutatók próbálták megfejteni a talányt, először valami eddig nem ismert élő lényre aki oxigént pöfög, de azért valószínűbb volt, hogy valami odalenn zajló elektrolízis folyamatról lehet szó. Felhoztak néhány követ, jól megvizsgálták azokat, és kiderült, a bontáshoz szükséges kb. egy voltnyi feszültséget úgynevezett többfémes csomók adják a mélyben. Ha kíváncsiak vagytok, mik ezek a 70-es években felfedezett kőzetek, akkor állítsátok meg a videót, és olvassátok el Dr. Chat GPT összefoglalóját. A 80-as években elkezdték a bányászatot, de a bezuhanó fémpiac és az alacsony árak miatt leálltak a mélytengeri bányász projektek, az telefonok és elektromos autózás fellendülése miatt indultak újra. Ezek a csomók egyébként víz alatti vulkánkitörések során képződnek, és a bolygón rengeteg helyen megtalálták már őket. A hatalmas mélység továbbra is komoly kihívás jelent, ráadásul ezekből a sekélyebb vizekben lévő igazán gazdag életterek is, így az is kérdés, szabad -e ezeket egyáltalán bántani. Az első korai amerikai bányamunkálatok mélytengeri helyszíreit mostanában vizsgálták a kutatók, és azt találták, hogy 40-50 év után is csak minimálisan tért ide vissza az élet. Ezek az agályok persze gyorsan megoldódnak, miha néhány vastag boríték vándorol a döntéshozók zsebébe. Leírtak egy kisméretű őspingvint, ami 24 millió éve élt Új-Zélandon, és olyan kicsi volt, mint a mai élő legkisebb kék pingvinek. Találtak egy 150 millió éve élt új Terodactylus fajt is, a Propterodactylus franekerlé a késői jura időszakból származik, és a modern Németország területén található Zolnhofen mészkörétekből került elő, ahol egyébként számos más őskori hüllőt is találtak már. Egy igazi időkapszul ez a hely, Wikipédia oldalán megtaláljátok az összes itt megtalált élőlényt, érdemes meglátogatni. Legérdekesebb tulajdonsága, hogy az egyik legkisebb ismert pterosaurus faj, szányfesz távolsága össze 15 cm. Ennek a kis méretnek és az anatómiai jellemzőknek köszönhetően valószínűleg más repülési stratégiákat alkalmazott, mint nagyobb rokonai. A madarak evolúcióját vizsgálta a következő szupercikk. A kréta kihalás az akkori fajok 75%-át kipusztította, köztük kedvenceink a dinók nagy részét is. Ez a kihalási esemény komoly és gyors DNS-beli változásokat eredményezett a megmaradt röpképes madaraknál. A KPG kihalás liliput hatást váltott ki, ami az állatok méretének csökkenését okozta, illetve hozzájárult bámulatos sokféleségük kialakulásához. Kínában találtak egy új dinót, aki a Kréta elején 112-106 millió éve élt. Ez a bazális trodontidé a Hypnovinator macubaritoirum nevet kapta. Ez egy nem túl ismert alcsalád, a Wikipédia oldalt meglátogatva megnézhetitek közeli rokonait. Kirgizisztánból egy Allosaurus rokon került elő, neve ábkarákus kirgizikus. Ez a jószág 165-161 millió éve élt, 7-8 méteresre nőtt, és csodálatos szemöldöke mellett talán még szarvai is lehettek. Garantáltan ott a helye a következő Jurassic filmek valamelyikében. Venezuelában feltártak egy 20 millió éves tengeri tehenet, akit előbb megevett egy krokodil, majd a maradékon egy akkori tigris cápa is lakmározott. Archeológia témából most egy cikket említenék, ami egy fantasztikus lelőhelyet, Abrik pizárót dolgozza fel a Pireneusok délkeleti lejtőiről hihetetlen mennyiségű lelet került innen elő a különböző rétegekből, széles időtartományt lefedve. A feldolgozott litikus, pollen és 280 ezer csontleletből látszik, milyen parádésan voltak képesek reagálni a környezeti feltételek változásaira, Neander rokonaink. Mindig képesek voltak megváltoztatni vadásztechnikájukat, annak függvényében éppen milyen állatok éltek a közelükben. Kisebb és közepes méretű növényevők, például szarvasok és lófélék forogtak leggyakrabban a 70 ezer évvel ezelőtti nyársakon. Köszi a figyelmet, találkozzunk legközelebb!